Látványos felvonulással indult a szombati nap programja a Bonyhádi Vásártéren. Itt tartották ugyanis a lánglovagok és hagyományőrzők nemzetközi találkozóját. A terület háborús relikviákkal és hatástalanított fegyverekkel telt meg. Ez a Wehrpass, ez szolgálati könyv, a német katonák részére volt kiállítva. Akkor ez a külföldieknek szóló munkakönyv. Ezt a külföldiek kapták, hogy elvittek Németországba, gyárakba, üzemekbe, azoknak volt a könyve. Akkor ez Erádós. Ez a Reich Arbeitsdienst, ilyen szolgálati könyv. Jaj. A Mein Kampf, 1939-es kiadású. Ezt a fajta Mein Kampfot adományozták a mennyasszonynak házasságkötéskor, ezt mennyasszony kapta meg. Az ilyen szép, ilyen aranyozott a oldalai, és ez még 1939-es. Igen, 1939. Csak ez a birodalmi Németországban nyomott. Igen, ott készült. Tábori telefon. Eredeti bontatlan kötszercsomag 1941-es, akkor a Kar 98-as Mauser puskának a tisztítókészlete, akkor egy borotva, még eredeti bőrtokkal, papírtok. 8 éves volt, amikor kaptam a nagyszüleimtől bélyeget, régi pénzeket, és akkor elkezdődött ez a gyűjtési hobbi. Sokan nem is gondolnák, mekkora kultusza van idehaza a világháborús hadieszközöknek. Az ilyen tárgyakat rengetegen gyűjtik, és alkalomattán szívesen mutatják is be büszkeségeiket. Ez egy TT-33-as szovjet pisztoly. Hát itt van rajta a csillag. Igen. A lánglovagok és hagyományőrzők nemzetközi találkozójának több mint 10 éves múltja van már. Bonyhád városa pedig rendre támogatja a programok megrendezését és az ott résztvevő civil közösségeket is. Bonyhád város polgármestereként büszke vagyok arra, hogy abszolút civil kezdeményezésre egy olyan hagyományt tudtak teremteni az egyesületeink, amelynek most már nem csak a megyén, hanem az országon túl is nyúlnak a szálai, hiszen nagyon sok vendég érkezett erre a hétvégére a városunkba. Én szívből köszönöm nekik, hogy ilyen lelkesen és telekismeretesen őrzik ezeket a katonai hagyományokat és ápolják a múlt örökségét. Bonyhád város önkormányzata természetesen támogatja mind az önkéntes tűzoltó egyesületet, mind pedig a hagyományőrző egyesületet annak érdekében, hogy a céljaikat meg tudják valósítani. Bízom benne, hogy sokáig fennmarad ez a rendezvény, és még jobban kinövi magát, hogy még többen megismerjék Bonyhádot. A mostani haditalálkozó egész hétvégén át tartott.